Egykor el sem lehetett talán képzelni kirándulásul nélkül mindennapjainkat. Gyermekként be sem lehetett csalogatni a házban, csak amikor besütődött. Parancsoltak be a szüleim az udvarról, vagy éppen akkor értem haza a környező erdőkből. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam akkoriban, amit azért szerencsére ma sem felejtettem el. És itt szeretném megemlíteni zárójelbe, hogy a Brézai parkerdőnek a tervrajzban benne van még most is a fejembe, csak az elmúlt 40 évben a dombok lettek kisebbek, biztos az eróziónak a következménye. Aztán teltek az évek, egyre több feladatom lett, és egyre kevesebb időm jutott kirándulásra, erdőjárásra. Bevallom, a technika fejlődése, a számítógépek világa engem is elvarázsolt. De ennek ellenére igyekeztem megtartani azokat a dolgokat, amik gyermekként fontosak voltak. Bár túl sok idő manapság nincs, de ha tehetem, kimozdulok a városból, hol gyalogosan, hol kerékpárral keresem a természet közelségét. Ezért is öröm számomra, hogy egy olyan létesítményben lehetek ma, ami a természetről, természeti adottságaiknak adta lehetőségek kihasználásáról szól. Ami talán kimozdítja az embereket foteljeikből, gyermekeink, gyermekeinket a számítógépek a televíziók elől, ami meghozhatja kedvüket a kiránduláshoz, természeti értékeink megismeréséhez. Gyönyörű, vadban gazdag erdeink megérdemlik ezt a fajta törődést, az erdőkháza megálmodói pedig az elismerést. Köszönet jár ezért a sefagnak, ahol a megyei önkormányzathoz hasonlóan fontosnak tartják értékeink megőrzését, minél szélesebb körben történő megismertetését. Azt kívánom, sikerüljön ezzel a házzal minél több somogyi és nem somogyi embert megszólítaniuk, sikerüljön kedvet adni a kirándulásokhoz, az erdőjáráshoz, a páratlan somogyi környezet megismeréséhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.